Csillagpont Hírek! A Csillagpont Rádió hírműsora. Újabb két kiadványt jelentetett meg a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. Mi rendszeg, felelősség, teljes városvédelem, újabb sportfejlesztés, megújult az egyetemi körcsarnok. Köszöntöm Önöket, Önök a Csillagpont Rádió híreit hallják 2017. július 19-én szerdán 16 óra 30 perckor a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Újabb két kiadványt jelentetett meg a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. A Panasza segítünk című fogyasztóvédelmi kiadvány sorozatuk harmadik részében a felhasználóváltás mikéntjét mutatják be részletesen, kezdve onnan, hogy pontosan milyen esetekben kell bejelenteni a személyi változásokat a közműszolgáltató felé, mondta rádiónak Serer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője. Hozzátette, hogy a negyedik kiadvány abban nyújt hasznos tanácsokat a fogyasztóknak, hogyan kérhetnek fizetési nehézség esetén részletfizetést vagy fogyasztói védendő státuszt. Sokan nem tudják, hogy jogszabályi kötelezettsége, szerződéses kötelezettsége, hogy a szolgáltatónál bejelentse a változást. Éppen ezért azt javasoljuk eladónak, vásárlónak, illetve bérbeadónak és bérbevevőnek, hogy a fizet hátsó oldalán lévő jegyzőkönyvet közösen. Kitöltve. Együtt menjenek el, külön-külön valamennyi szolgáltatóhoz. Ott zárják le az előző szerződés, menek keretében egy végszámlát fog kapni az előző felhasználó, azaz a bérbeadó vagy az eladó, és egy új szerződés elindul az eladó, illetve a bérbevevő részéről, ahol a saját szokásaihoz igazíthatja a szerződést. Tehát ő diktálós szeretne lenni, vagy általányt szeretne fizetni, elszámlás akar lenni, ezeket mind eldöntheti ezt lezárja, nem fog szembesülni annak a rémével, hogy szabálytalan vételezést követel, mert a szolgáltató bejelentés után helyszíni szemlét tart, ellenőrzi a mérőórákat, és innentől kezdve nem kell attól tartanom, hogy egy más által elkövetett mérőóra manipuláció miatt nekem kell majd a büntetést megfizetni. Július 10-én látogatást tettek a Mirencek Vagyonvédelmi Kft-nél a Miskolci Szakképzési Centrum Szemere Bertalan Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium diákjai, ahol közelebbről is megismerhették a cég tevékenységét, és a vagyonőri munkába is bepillantást nyerhettek. A 2013. július 1-én megalakult Mirendszeg Kft. Miskolc városának, valamint a Miskolc Holding Zrt. tagvállalatainak védelmét biztosítja. Főállásban 63 ember dolgozik. A nyári időszakban ez a létszám plusz 20 fővel növekszik, amely egészen szeptember közepéig tart, tájékoztatott Illés Ákos, a Mirence Kft. ügyvezető igazgatója. A szemerebert Bertalan szakgimnázium a vagyonőr képzésében résztvevő tanulói mélyebb betekintést nyerhettek a vagyonvédelmi cég működésébe, valamint ellátogattak a Sejemréti strandfürdőbe, ahol a gyakorlatban is megnézhették, hogy milyen feladatkör vár rájuk, ha a későbbiekben ezt a pályát választják. Lukács Ferenc szolgálatvezető részletesen ismertette az érdeklődő diákokkal a vagyonőrök feladatát, melybe többek között a járőrözés, az ügyfélszolgálati irodák védelme, a Miskolc Holding tagvállalatainak őrzése is tartozik. Pontos leírást adott arról, hogy milyen munkakörrel jár, ha valaki az MVK ZRT, a Diósgyőri Vár vagy éppen a Város és Strandfürdők védelmét biztosítja. Az ügyfélszolgálati irodák védelmét általában nőkre szokták bízni, hiszen ők nagy türelemmel bírnak, és bármilyen konfliktus esetén békésen tudják megoldani a helyzetet. Az országban két helyen indítottak eddig rendészeti ügyintéző és rendészeti őrképzést, az egyiket Miskolcon, a másikat Békés Csabán a 2016-2017-es tanévben. A vagyonőri képzésnek előnye, hogy rendőrségi és rendészeti szakterülethez előképzettséget ad, amely segítheti a tovább lépést. Egy másik előny. Illis Ákos szerint, hogy a fiatalok helyben tudnak maradni, ha ezt a pályát választják, hiszen miskolcon rengeteg helyen szükség van a munkájukra. Az összes városi rendezvényt a mi rendszek biztosítja, a kocsonyafarsangon rendszeresen több mint 60 fővel dolgoznak, és a városi piacokon is jelen vannak. Újabb sportfejlesztés megújult az egyetemi körcsarnok. Az egész várost behálózzák a sportinfrastruktúra fejlesztések, emelte ki Kriza Ákos polgármester a felújított egyetemi körcsarnok átadó ünnepségén. A szebb és modernebb épület egy újabb érv azon sportolók számára, akik a Miskolci Egyetemen kívánnak tovább tanulni. Egy valódi sportcentrum várja őket a kampuszon. A több mint 1000 négyzetméteres küzdőtér, a kosárlabda, kispályás labdarúgás, kézi röp és tollaslabda labda sportági igényeit egyaránt kiszolgálja, de például itt edzenek a Miskolci Szabja iskola növendékei is. Az épületet még 1983-ban húzták fel, azóta jelentősen elhasználódott. Mint az ünnepségen is elhangzott, a Miskolci Egyetem vagyonkezelésében és üzemeltetésében lévő körcsarnok az elmúlt években már teljes befogadó képességgel működött. A létesítmény ugyanis az egyetemi testnevelés órák mellett a nemrégiben 60. születésnapját ünneplő Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futballklub a Meafc otthona is volt. De rendeztek itt nagyszabású országos és nemzetközi sportversenyeket, sőt koncerteket és kiállításokat is. A közel 300 millió forintos beruházás során lecserélték az összes nyílászárót és a teljes gépezetet. Megújult a fűtési és légtechnikai rendszer, de újak a a lelátó székei és az öltözők bútorai is, mondta az átadón a létesítmény vezetője. Budapéter hozzátette azt is, hogy a felújítás a MEAVC kosárlabda sportákban benyújtott 2016-2017-es sportfejlesztési programjában szerepelt, amit a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége támogatólag jóvá hagyott. Deák Csaba kancellár elmondta, hogy minden évben jut valami sportfejlesztés, vagy jelentős sportesemény. Az összeg egy 30 os önerejét a Miskolci Egyetem biztosította. Tudta meg a minap.hu a felsőoktatási intézmény kancellárjától. De Ág Csaba példaértékűnek nevezte a kivitelezést a rövid határidők ellenére is példás minőséget. Emlékeztetett egyúttal mindenkit arra, hogy 2014 óta minden évre jut valami sportfejlesztés vagy jelentős sportesemény. Előbb átadták az atlétikai centrumot, 2015-ben a kerékpárosoknak kedveztek fejlesztésekkel, tavaly azután tájfutó világversenynek adott otthont a kampusz, idén pedig itt a felújított UFO, és már hétvégén fogadják is a 14. Egyetemi Kosárlabda Európa Bajnokság mezőnyét. Miskolcon a sport a városi kultúra része húzta alá köszöntőjében a város polgármestere Kriza Ákos, aki kifejtette, városszerte biztosítani kell a kulturált sportolási lehetőséget ezen célkitűzés megvalósítása érdekében, társadalmi összefogás alakult ki az elmúlt években, klubok, egyesületek, a magánszféra, az önkormányzat és az állam több helyen fejlesztette már a városban a sportinfrastruktúrát. Köszönöm a figyelmet! Önök a Csillagpont Rádió hírét hallották. Csillagpont hírek. A Csillagpont Rádió hírműsorát hallották. Készült a tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.